Sziasztok, Doki vagyok az iMindban. Kicsit könnyedebb téma következik. Egy hobby projektemről van szó, aminek az a célja, hogy a hagyományos dárztáblát szeretném úgy pontozni, mint ahogy emlék, meg van valósítva a műanyag táblára. Méghozzá OpenCV-vel, gépi látással szeretném elérni azt, hogy ne kelljen kézzel rögzíteni az eredményeket, hanem minden működjön automatikusan. 2014-ben kezdtem ezt a projektet, és tavaly márciusi meetupon már el is meséltem az első három évnek az eredményeit, hogyha valaki esetleg mondhatott azon a meetupon, összefullam két szóval, nem sikerült megcsinálni. Annyit értem el, hogy 80%-os pontossága volt a felismerésnek, ami nem elég ahhoz, hogy élvezhető játékélményt nyújtson. Úgyhogy újra kezdtem az egészet a korábbi tapasztalatok felhasználásával, ami az volt az egyik, hogy a gépvilágás az egy nehéz feladat, úgyhogy ha meg tudom könnyíteni azzal, hogy már jó minőségű kép kerüljön be eleve a rendszerbe, akkor nagyon hát egyszerűbb lesz valamivel a feladat. Úgyhogy máshova raktam a kamerát, építettem egy keretet a tárztárla köré, hogy én tudjam kontrollálni a hátteret, és ledvilágítást csináltam körbe a felemi százas ISO helyen. Úgy néz ki a feldolgozás, hogy három kamera figyeli a tábla fölötti területet, tehát a kamera egy síkon van helyezve a dárztábla felületével. Mindenhol a zöld vonal fölött látszik az eredeti kép, ami még nincsen rajta, a nyíl alatta pedig, ami már rajta van. Ezt a kettőt kivonom egymásból, és a különbségkép lesz a nyíl, amit szeretném eltenni, mert hova érkezem be a táblába. Ebből a ráhelyezett vonalból meghatározom, hogy milyen szögben látja a kamera a nyilat, és a kamera pozíciójából a szögek irányába húzok egy vonat, és a egyszerűs pontban lesz a nyíl. Ugye ez az egyszerű eset, amikor csak egy nyíl van, jól ki lehet vonni a hátteret. Ahhoz, hogy ez jól működjön, képfeletetlenek kell teljesülni, jól legyen a kalibráció, tehát hogy például tudjam pontosan, hogy hol van a három kamera, mennyi a látószögük és milyen irányban néznek. A másik feltétel pedig, hogy ezt a kivonást jól el tudjam végezni. A kalibrációval nem beszélek részletesen, mert nagyon sokat lehetne róla beszélni. Van ennek egy szép megoldása is, a vetítési kameramátrixot kéne megoldani, de én inkább próbáltam ezt máshogyan. Sok próbálkozás után végül ezt valahogy nem sikerült megoldani. A másik probléma pedig a kivonásos feladat. Ez például egy problémás eset. Ott van a harmadik nyíl, két kamera jól látja, de a harmadik kamera nem látja, mert olyan helyre érkezett be, hogy én ott akarja egy korábbi nyíl. Itt látszik is a különbségkép. Ilyenkor a ráhelyezett egyenes az nem jó helyre mutat, és ezért itt látszik, hogy a három egyenesnek a meccéspontja az nem egy pontban van, hanem van közöttük távolság, sőt különböző szektorba esik az egyik meccéspont. És itt van hátra egy nehéz feladat, hogy eldöntsem, hogy ilyenkor melyik kamerát diszkvalifikálja. Ez még egy viszonylag egyszerű eset, vannak ennél is nagyon sokkal kellemetlenebb esetek is. Amikor elkezdett működni már valamennyire a rendszer, akkor Illés Peti kollégám segítségével építettünk ide az A66 Play Test rendszer, aminek 96%-os volt már a pontossága. Ennek van egy nagy hátránya, hogy ez azt jelenti, hogy ha módosított valamit az algoritmuson, szeretném leveszteni, hogy hogy működik, akkor nagyon sokat kell dobálnom, hogy újra tudjak idézni egy bizonyos hibát. Ezért Bálint kollégám segítségével kiraktuk a rendszert egy kocsmába, abban bízva, hogy majd ott a helyi játékosok sokat fognak játszani, lesz jó minőségű tesztadatunk. Hát ezzel úgy jártam, mint a Silicon Valley sorozatban a Pipefactor beta verziójával, hogy itt a hígek tudták használni a rendszert, de amikor kikerült a valódi felhasználók, az ők egyszerűen nem értették, hogy mikor, hova kell kattintani. Úgyhogy nem lettek jó minőségű tesztadataim, de az elmentett képekből azért sokat tanultam. Úgyhogy újraírtam az újraírt verziót, minden komponens tulajdonképpen lecseréltem, és így született meg az, ami itt látható mögöttetek. Ezzel már
98,82%-os pontosságot értene, ami már egészen jó, mondjuk a célom az 99% fölött van, és most már képes a rendszer olyan arra is, hogy főtérképpen megmutatja egy játéknak a dobásait. Ugye itt a bal oldalt látszik, hogy egy kicsit kisebb a szórás, ez egy olyan, ez egy dupla kiszállós játék volt, amit megnyertem, pedig nem jelölt hozzá, hogy a jobb oldalt nyilvános megdahozom, hogy kijátszotta. Hát itt tartok most, hogy ez 4 évnek a fejlesztésének az eredménye, amit esténként csináltam, 2 kisgyerek mellett, úgyhogy ezért tartott ilyen sokáig. Most az a terv, hogy megpróbál a fizetőképes keresetet találni rá, és hogyha lesz belőle valami bevétel, akkor fel tudom gyorsítani a további fejlesztést. Köszönöm szépen! Akkor tartok, hogy a hőkamerának nem elég jó a felbontása. De szívesen veszem, hogyha kipróbálod. Gyűltek össze új ötletek a továbbfejlesztési lehetőségre, hogy még ilyen kamerabeállítás, mozgó kamera vagy esetleg változás? Igen, vannak ötletek. Például azt szeretnék kipróbálni, hogy ne 2D-s matekot használják, hanem 3D-s. Abban egy olyan előrelépési lehetőséget látok, hogy most nagyon-nagyon fontos, hogy a kamera egy síkba legyen a tárgyfelszínével. Ha nincs egy síkba, akkor már mi a matek, amit használ. Ha 3D-s matekot használnék, akkor egyszerűbb lenne megindítani a keretet. Meg hát egyéb kamerákat szeretnék kipróbálni, eddig még csak egyet próbáltam ki, amiket hát többet is. A 4 év során mindig egyre drágább és drágább kamerákat vettem, most egy Logitech C920-at használok, annak már elég jó a képe, de még szeretnék egyet is kipróbálni. Ez egyébként milyen paskál, hogy feldolgozd a képeket? Tehát amit futtatod ezt a gépi látás programot? Az első verzió az egy Raspberry Pi futott. De amikor Full HD-ra átálltam felbontással, azt már nem bírja a Wii, úgyhogy most ez egy i3-as kép, ami ott van. Miért nem próbálod 5 kamerával, hogy ne takarják egymást, vagy még több? Hát ott ugye az a probléma bonyolódna, hogy melyik kamerát diszkvalifikálom a versenyből. Tehát az egy nehéz döntés, de hogyha nem sikerül tovább lépni így, akkor az még egy lehetőség, hogy ahol próbálkozni, hogy több kamera legyen, még több kamera. Ugye most a 3 az azért 3, hogy ott már elvileg nem takargatják ki az összeset. Vagy ha igen, az csak 1 és 5 lehetséges, akkor viszont tudom, hogy hol van egy. Nem merült az ötlet, hogy mozgó kamerájára botkaron, körül megnézze többször, vagy akármilyen szemben. Ezen még nem gondolkodtam. Nem tudom, hogy elég gyorsan tudnál. Az mozogni, de van egy magyar megoldás, íjászok használják. Ott az ilyesmit csinál, ha jól tudom, hogy egy lézer, hogy végigpászt ez a kétinekból a területet. Köszönöm szépen!